A személytelebb baráti kör 6 éve működik, hivatalossá azonban csak 1 éve sikerült válnunk. Ennek köszönhetően szervezettebbek programjaik. A több mint fél évtized alatt igazi csapattá kovácsolódtak, így a hagyományos falunap iránt évről évre nagyobb az érdeklődés. A kutya melegben szinte az egész falu kivonult a focipályára, ahol a gyerekek ügyességi versenyeken vettek részt, kürtös kalácsot sütöttek a fák árnyékában és fagyit nyalogattak. A falu férfi tagjai pedig hideg sörrel oltották szomjukat. A fénypontja ennek az a szeméttelep boszia és a szeméttelep bikája verseny. Pályázatokból és önerőből sikerült létrehozniuk a gyermekek nagy örömére egy játszóteret, minden évben vizitúrákon vesznek részt és további terveken dolgoznak. Tegnap egy újabb fejezet zárult le a város szennyvíz csatorna hálózat építési programjából, az alsó és felső város eddig még ellátatlan területeinek bekapcsolásával. 13,5 kilométer hosszú vezetéket ölel fel, ez mindegy 1,5 milliárd forintos összeget tesz ki, ebből a 1,5 milliárdból 25%-ot az önkormányzat, illetve a lakók álltak, a többi a polgári kormány biztosította. A 2002-ben indult beruházás során a 13 km gravitációs vezetéken túl 600 méter nyomott szennyvízvezeték és 46 átemelő épült. A projektben 1018 háztartást kötöttek be újonnan a város szennyvízcsatorna hálózatába. Dr. Kovács Zoltán beszéde után a körzet önkormányzati képviselője Harangozó Zsigmond mondott köszönetet mind az ország és a város vezetésének, mind az itt élőknek. Az ünnepi szavak és a közmű jelképes átadása után pedig egy frissítő italra és kötetlen beszélgetésre várták a jelenlévőket és az itt lakókat. Az idei OKTV-re 703 iskolából közel 32 ezer diák jelentkezett. Első 3 díjazottként 64 intézményből kerültek be tanulók, köztük a Petőfis Boros Eszter biológiából. Reménykedtem benne, hogy legalább a megyei fordulóig eljutok, de... Nem gondoltam, hogy ilyen eredménnyel zárul a verseny. Hatalmas meglepetés volt, hogy sikerült harmadiknak lenni, és főleg ez, hogy elmehettünk Pestre is a díjkiosztóra. A diáklány teljesítményét felkészítő tanára kitűnőnek, elismerésre méltónak értékelte.